Nem csak a koncertekről fog szólni az idei Vibe Fesztivál. Az éjszakai szórakozás mellett napközben előadásokat hallgathatnak a fiatalok közéleti, környezetvédelmi vagy akár a kultúra témakörében. Rés Konrád Gergely a fesztivál igazgatója és csapata nagy elvárásokkal és rengeteg munkával fordul be az utolsó 100 méterre, ugyanis kicsivel több mint egy hét múlva startul a második Vibe Fesztivál. Az idei téma a Reconcept Erdély, vagyis Erdély újragondolása, ehhez pedig teljesen új külsővel, új installációkkal és fesztivál bútorzattal készültek a magyarországi tervezők. Ezzel szemben tartalmában változott meg a Vibe Koli programja. Idén például lesz Free Speech Stage, ahol bárki beszélhet a közönséghez. Több közéleti szereplő, sportoló és művész is előadást tart majd a Koli színpadán, a fiatalok pedig részt vehetnek workshopokon is. Az előadó helyszíneken panelbeszélgetések lesznek, főleg igyekeztünk minél inkább lazább, felszabadultabb környezetben megmutatni azokat az embereket, akikkel esetleg kevesebb lehetőségük van találkozni, vagy beszélgetni az emberekkel. További újítás a Fashion Corner, ahol a fiatalok nemtől függetlenül találkozhatnak az idei fesztivál trendekkel és frizurákkal, sőt, fesztivál sminket és fonatokat is csináltathatnak. Gondolom, hogy mindenki megtalálhatja itt a magának való kis tevékenységét, nem csak lányoknak, ugyanúgy szó a férfiaknak is. A beszélgetésekben is nagyon sokszor lesz szó férfi divatról, vagy egy Balla Frida férfi magazinnak a főszerkesztője, tehát egy picit őket is szerettük volna jobban bevonni. A Vibe Fesztivál idén teljesen újra gondolta Erdélyt. Egy innovatív és fiatalos fesztivált álmodtak meg a szervezők, amelyet július 5-e és 8-a közt minden résztvevő megtapasztalhat.